Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Most egy kevésbé ismert minőségemben a hamisítás elleni nemzeti testület társelnökeként is köszöntöm Önöket, és örülök annak, hogy a hamisítás elleni nemzeti testület megszervezte ezt a mai konferenciát. A konferencia aktualitását az új büntető törvénykönyv, most már nyugodtan mondhatjuk, hogy közeljövőben történő, bekövetkező határba lépése szolgáltatja. Ismert számunkra, hogy az egyes szervezetek megfelelő képzésekkel készülnek fel az új jogszabály adaptálására. Bizonyára mégis számos kihívás elé állítja majd az új kódex a jogalkalmazó szerveket és a bíróságokat. Ezért is nagy öröm számomra egy olyan konferencia megnyitása, amely szakmai eszmecserére hív egy ilyen kiemelt témában és segíti a büntetőjoggal hivatásszerűen foglalkozók alaposabb elmélyülését az új BTK-ban. Miért is tartom a szellemi tulajdonjog védelmét kiemelt területnek, miért is tartja a hamisítás elleni nemzeti testület a legfontosabb tevékenységének ezt a kérdést? Azt szokták mondani, hogy mi magyarok igen kreatív, furfangos észjárásúak vagyunk, és ez a szellemi tőke és innováció a magyar gazdaság igazi belső motorja. Ez a szellemi tevékenység a szellemi alkotásokban ölt testet, a szellemi alkotások hasznosulása szempontjából lényeges az illegális cselekményekkel szembeni hatékony büntetőjogi fellépés. Nem szeretném elvenni az előadók kenyerét, ezért kérem, hogy engedjék meg az új BTK-ról, csak mint a új BTK megalkotását szükségesé tevő indokokról és a körülményekről beszéljek, és a szellemi tulajdonjogot sértő bűncselekményeket taglaló 37. fejezet részletes elemzését pedig hadd engedjem át az utána következő felszólalóknak. A BTK, ha bár nem sarkalatos törvény, a súlyát jelentőségét tekintve az egyik legnagyobb korderejű norma, amelynek újra szabályozása szervesen illeszkedik abba a jogalkotási folyamatba, amely az alaptörvény elfogadását követően a sarkalatos és a kódex jellegű törvényeken át a jogrendszer legfontosabb elemeinek felülvizsgálatát célozta. A BTK súlyát mi sem mutatja jobban, hogy a társadalmi gazdasági élet számos viszonyát érinti és teszi lehetővé, sőt kötelezettségévé az államnak a jogsértő cselekményekkel szembeni fellépést. A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi 4. törvény az 1979 évi hatályba lépése óta több mint 100 alkalommal módosult. Ebből a jogalkotó az elmúlt 3 évtizedben több mint 90 alkalommal, tehát évente többször is módosította, és 10-nél több alkotmánybírósági határozat is érintette. A módosítások nagy száma arra vezethető vissza, hogy a rendszerváltás óta a különböző kormányzatok eltérő büntetőpolitikai irányvonalat követve alakították át, sokszor egymásnak is ellentmondva a büntetőjogi rendelkezéseket, így a módosítások a törvény eredeti rendszerét már jelentősen átformálták. Azokat a problémákat, amelyek a számos módosítás folytán a törvénykönyv egységének megbontásából fakadtak, végső soron csak egy új kódex oldhatta meg. Az új büntető törvénykönyv megalkotásának szükségessége már korábban is, több kormányzati ciklusban is felmerült, 2001 és 2006 között miniszteri biztos is irányította a munkálatokat, de az új büntetőjogi kódex elfogadása eddig mindig zsákutcába jutott. A mostani kormányzat alatt a korábbiakkal ellentétben az új büntető törvénykönyv kodifikációja már egységes büntető politikai elvek mentén folyt, és az a gyakorlati jogalkalmazók javaslatait is figyelembe véve, véleményüket szem előtt tartva alakult. A büntető politikai elvek között mindvégig kiemelt helyet foglalt el a szigorúság, ennek megfelelően az új büntető törvénykönyv következetesebb és tett arányosabb büntetőjogi szemléletet tükröz. Az új BTK előkészítése kapcsán a tárca a kormányzat büntetőpolitikai szándékán túl koncepcionális alapelvként a hatékonyság, következetesség, egyszerűség és korszerűség követelményeit állította fel. Az előkészítő munkálatok és reményeink szerint a törvény elfogadottságának másik sarokköve a széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetés. Az új BTK tervezetét a közigazgatási egyeztetéssel egy időben társadalmi egyeztetésre is bocsátotta a Közigazgatás és Igazságügyi Minisztérium. Az írásbeli észrevételek beérkezésével egyidejűleg szóbeli egyeztetésekre is sor került a jogalkalmazók, tárcák mellett az érdekvédelmi szervekkel,
így többek között a szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények vonatkozásában is. Mindezek figyelembevételre készült el az országgyűlés által 2012. június 25-én elfogadott 2012. évi 100. törvény, az új büntetőtörvénykönyv. Bár érték a kormányt támadások a túlzott szigor miatt, de az elfogadott törvényt végül a szakma már inkább a mértéktartó szigorjelzővel illeti. Az új kódex úgy hoz jelentős változásokat, hogy azok nem jelentenek egyúttal teljes dogmatikai szakítást a hatályos büntetőtörvénykönyvvel. Nem vezet be pusztán az újítás kedvéért módosításokat, támaszkodik az előző kormányok alatt tervezett munka eredményeire. Megállapítható, hogy a leglényegesebb változások a különös részt érintik, egyrészt mivel ez a legdinamikusabb része a BTK-nak, amelynek adekvát választ kell tudnia adni a bűnözés kihívásaira, továbbá abból következően, hogy a hatályos BTK különös rész fejezeti felosztása idejét múlt. A hatályos BTK különös része 11 fejezetre, a fejezeteken belül mindössze 29 címre tagozódik. A hatályos BTK különös része szerkezetének meghaladott voltát jelzi, hogy van olyan fejezet, amely 8 címre tagozódik, és van olyan fejezet, amely alatt egyetlen cím sem található. A hatályos BTK inkoherens voltára jellemző példa, hogy egy fejezetben található a terrorcselekmény és a környezetkárosítás, amelyek védett jogi tárgyai között valami kevés hasonlóságot fedezhetünk fel. Ehhez képest az új BTK különös része 33 fejezetre tagolódik, a korábbinál több, azonban kisebb terjedelmű fejezetekben az egy fejezet alá tartozó bűncselekmények a védett jogtárgy alapján szorosabb kapcsolatot alkotnak, a fejezetek sorrendje az alaptörvényt alapul véve hangsúlyosabban kifejezésre juttatja a kiemelt védett jogi tárgyak jelentőségét. A szellemi tulajdonjogot érintő büntetőjogi szabályozásból két változást szeretnék kiemelni. Az egyik, hogy önálló fejezetbe kerültek a szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények is. Ennek indoka, hogy a vagyon elleni bűncselekményekhez képest, bár ezek is a vagyoni viszonyokat sértik, mégis egységes jogi tárgyak alapján elhatárolhatók, ami a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos sajátos érdekek megfelelő védelmében foglalható össze. A további lényeges változás a szabályozásban, hogy a szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése és az ipari jogvédelmi jogok megsértése tényállásokkal összefüggésben bűncselekményi értékhatárt vezet be az új kódex. 2013. július 1-től a 100 000 forintot meg nem haladó vagyoni hátrányt okozó cselekmények szabálysértésnek minősülnek majd. Régóta vitatott kérdés volt a büntetőjogban, hogy indokolt-e a büntetőjog teljes eszköztárával védeni az akárcsak 1 forintot elérő vagyoni hátrányt okozó cselekményeket. Ezt a kérdést a jogalkotó most így döntött el, bízom benne, hogy helyesen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és kívánok további aktív részvételt és sikeres szakmai rendezvényt. Köszönöm szépen!